A kormány a jegybankkal együtt mindent megtesz, hogy év végén egy számjegyű legyen az infláció. Szakemberek szerint az szinte borítékolható, hogy a következő hetekben a drágulás fékeződik, például a forint erősödése miatt. 1%-nyi forint erősödés ugyanis 0,3%-kal mérsékli a fogyasztói árakat. A hazai valuta nem is olyan régen 420-as szintet súrolta, most van olyan nap, amikor 390 alá is megy. Magas árakat látni a boltokban, de nem csak itthon, hanem Európa szerte mindenhol. A szankciós infláció ugyanis nem ismer határokat. Ahogy az inflációs görbe is mutatja, tavaly decemberben 24,5%-os drágulás mért itthon a KSH éves összehasonlításban. A gazdaságfejlesztési miniszter vasárnap a Kossuth Rádiónak adott idei és jövő évi gazdasági elemzésében azt mondta, úgy számolnak, hogy már februárban, márciusban fordulat várható a fogyasztói árak alakulásában. A recessziót elkerüljük, a gazdaságot jövőre beindítjuk 4% fölötti növekedéssel, és a Nemzeti Bankkal közösen letörjük az inflációt. Ez azt jelenti, hogy az előttünk álló hónapokban várhatóan 25% körül tetőzik az infláció, onnan kezdve csökken, és év végére már egy számjegyű lesz a drágulás mértéke. Egyetlen feladatot tűzhet itt ki magára a kormány, le kell törni az inflációt. Erről a miniszterelnök beszélt pénteken, Orbán Viktor azt mondta, az infláció egy közellenség. Azt hiszem, hogy az ellen vakcinát, a gyógyszert, az infláció elleni gyógyszert a magyar nemzetgazdaságnak a kormány már beadta. És ez dolgozik is. És szerintem le is gyűrjük ezt a bajt. Én úgy számolok, hogy valamikor február-március tájékán a láz, ha az inflációt láznak tekintjük, az csökkenni kezd. Elemzők szerint a forint erősödése érezhetően hozzájárulhat az infláció csökkenéséhez. Nagyon sok élelmiszert, műszaki cikket, vagy éppen alapanyagot külföldről szereznek be az üzletek, illetve a vállalkozások, amikért euróval fizetnek. Ha erősödik a forint, akkor ezek a termékek kevesebbe kerülnek, így aztán a boltokban csökkenhetnek az árak, az alacsonyabb árak pedig mérséklik az inflációt. A Magyar Nemzeti Bank számításai szerint 1%-nyi forint erősödés 0,3%-kal csökkentheti az inflációt. Mivel a hazai valuta az elmúlt napokban már a 390-es szint alá is ment, és feltehetőleg tovább erősödik, ezért várható fordulat az infláció alakulásában a következő hetekben. Az M1-en nyilatkozó szakértő kiemelte, úgy csökken majd az infláció, hogy a gazdaság teljesítmények közben nő, és magas szinten marad a foglalkoztatás is. Amit többek között az a friss kormányintézkedés is segít, amely megduplázza az autóval munkába járó költségtérítését, azaz 15-ről 30 forintra emeli meg a kilométerenként adható adómentes támogatást. Ez a szakértő szerint növeli a munkaerő mobilitást, ami pedig a gazdaság teljesítő képességét fokozza. Ez mindenképpen jó hír, hiszen így megnyílik az a tér, ahol a magyar munkavállalók is munkát keresnek. Ez azt jelenti, hogy nekük jobban megfelelő munkáját tudnak találni, az ő képességeiknek, az ő elvárásaiknak jobban megfelelő munkáját, ami valószínűleg jobban is fizet egyébként. Arról nem is beszélve, hogy a költségtérítés emelésének köszönhetően az ország egyik szegletében megépülő gyárba várhatóan többen elmennek majd dolgozni az ország más részeiből is, így tovább csökkenhet a szakemberhiány.